Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni. Persze itt elsősorban szerelmi kapcsolatról van szó, de ezt a jóslást úgy is értelmezhetitek, ha valaki másra gondoltok. Például a barátnődre, vagy kolléganődre, vagy a főnöködre, hogy hogy gondolkodik rólad, mi a terve, hogyan érzi magát, mit fog tenni. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mi az ő terve. Itt látható a mozgás. Ez lehet egy változás, lehet egy utazás, sport vagy autó. Tehát valamit tervez, mert azt szeretné, ha előre mennének az események. De ez nem könnyű, hiszen itt vannak az egerek, és ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát ez a terv nem fog megvalósulni. Itt vannak akadályok, nehézségek, nincs mozgás, akkor is, ha ő ezt szeretné. Előfordulhat az is, hogy hiányzol neki, és azt szeretné, hogyha te jönnél, de ezen még elgondolkozhatsz, hogy mit, hogyan tegyél. A második kérdés, hogyan érzi magát? Itt szépek az érzelmek, hiszen látható ez a szépség, ez utalhat az érzelmeire, és itt van a szerencse. Akkor is, ha itt még nincs mozgás, jól érzi magát, jól van, és érzi azt, hogy lesz egy szerencsés fordulat, és itt egy ajándék, egy meglepetés, majd útban lesz hozzá. Mit fog tenni irányodba? A kígyó jelenti a változásokat, a megújulásokat, a gyógyító erőt is. Itt lesz majd egy hír, vagy egy szerződés, ez lehet, hogy mellékutakon jön hozzád. Ez a kígyó lehet egy hölgy is, és ez a nő jelentkezni fog nálad, vagy ez a férfi jelentkezik, és beszámol valamiről, és itt egy nőről van szó. Ez lehet az anyukája, ez lehet a testvére, ez lehet egy volt kapcsolat, az is lehet, hogy elmondja majd azt neked, hogy ő tulajdonképpen ezt a kapcsolatot már lezárta, de ez a nő jelentkezett nála, írt neki. És mi köt össze benneteket? Itt a ház jelenti az alapokat. Itt megvan ez a stabil kapcsolat köztetek. A ház az lehet a te otthonod, az ő otthona, vagy egy közös otthon tervezése, vagy egy ingatlan vásárlása, és ez lesz a közös otthon, amit a ház még jelent, a szülői ház, a családi kapcsolatok, az is lehet, hogy a családból egy hölgy írt neki, és meghívott benneteket, és lesz egy látogatás, miután itt stabilizálódik a helyzet, akkor megvannak az alapok arra, hogy tényleg előre menjenek az események, nincs még elveszve semmi. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!